Ma ünnepélyes keretek között meggyújtottuk az első adventi gyertyát. Itt volt a szakszervezet elnökasszonya, itt volt a Lóránti Zsuzsanna Református Kismama Otthon vezetője, hiszen idén számukra gyűjtünk adományokat. Kérem a kollégákat, hallgatókat, hogy segítsék a munkánkat, hogy sok édesanyja és gyermek számára tegyük boldogabbá a karácsonyt. December 7-én, azaz jövő héten adventi koncerttel készülünk az ünnepekre a Zenepalotában. Bartók Béla zeneművészeti karunk ad egy nagyon várhatóan, vélhetően nagyon szép koncertet. December 18-án fogjuk átadni az addig összegyűlt adományokat a Kismama Otthon számára. Mi igyekszünk minden évben felkészülni a karácsonyra. Idén is ezt tettük, nem csak az adventi gyertyagyújtással, hanem formabontó módon. Karácsonyfát állítottunk, de nem zöld élő fenyőből, hanem egy egyetem profiljába leginkább illő könyvekből. Köszönet érte a Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar hallgatóinak. A Miskolci Egyetemi elmondata, a Green and Smart Campus, zöld és okos kampuszt építünk. Azt gondolom, ezt nem csak szavakban és fenntarthatósági stratégiában, képzésben és kutatásban képzeljük el, hanem egészen konkrétan, például abban, hogy idén nem vágtunk ki élő fenyőfát, hanem könyvből építettünk. A várakozás időszaka alatt, karácsony előtt megállunk egy pillanatra, végig gondoljuk a mögöttünk hagyott évet, gondolunk az előttünk álló év kihívásaira, de ez a pár hét, pár nap egy kicsit talán valamennyiünk számára pihenést, megnyugvást kínál. Ünnepeljük együtt a karácsonyt, gondoljunk a szeretteinkre, gondoljunk azokra, akik nehezebb körülmények között élnek. Én mindenkinek áldott karácsonyt kívánok, boldog, sikerekben gazdag új évet minden dolgozónak, minden hallgatónak és a Miskolci Egyetemnek.